régi vágya teljesül a telekiseknek, ugyanis az intézmény belső udvari homlokzata teljes egészében megújul. A munkálatok már elkezdődtek, a beruházás mintegy bruttó 113 millió forintból valósul meg. A sérült felületeket lebontják, új nyílászárókat kap az épület, és teljesen újra vakolják. Ez egy nagyon nagy felújítás az iskola életében. Ugye egyszerre tanítunk, egyszerre a belső homlokzatot újítják fel. Alapvetően a nyílászárókat cserélik ki, korszerű hő- és hangszigetelő üvegezésű nyílászárókra, valamint a teljes belső homlokzatnak a felújítása történik meg, tehát a régi meglazult vakolatot le fogják verni, és új vakolást kap az épület. Együtt élünk a felújítással. A gyerekek, kollégák tudják, hogy ez adott esetben munkazajjal jár, igazodni kell. Nyilván az udvarhasználat is korlátozott, a munkaterületekre a gyerekek nem mehetnek, de ezt úgy gondolom, hogy megértéssel fogadják a kollégák, mert amit várunk eredményt, az véletlenül nagyon szép lesz. A határidő az május vége a felújításokkal. Hát ez nálunk izgalmas lesz, mert át fogjuk szervezni a ballagási ünnepséget. Ugye létszám szerint a fennmaradó területen nem tudunk elférni, tehát itt még folyik a végig gondolása, hogy legyen a májusi ballagás. Az érettségi vizsgáknál a kivitelezővel már egyeztettük a legfontosabb időpontokat, amikor az írásbeli érettségi vizsgák lebonyolítása okán hát kértük, hogy a délelőtti munkavégzés akkor ott azokon a napokon ne legyen. Ez egy 1932-ben készült épület. Nagyságrendileg 300-350 leány növendékre méretezték, ezt meglehetősen kinőtte az iskola. Ugye most 650 körüli a gimnáziumi létszám, tehát ennyi tanulónk van. Nem is tudjuk valamennyi óránkat itt ellátni, ugye az intézmény két épületben működik. Nagyon-nagyon régi terv itt a szomszédos ingatlanok megvásárlása esetén az épület bővítése, hogyha ez létrejönne, akkor ez jelentősen növelné a lehetőségeinket.